egy álomváltalóra. Ott van mindenki egy kupacba! Szeretlek, Kriszti! Húztál rá! Kim vannak a gyúrok? Kristóf imád focizni, de betegsége miatt kevés esélye van, hogy élvonalbeli karriert fusson be. A Vasas labdarúgó csapata segített az autista fiúnak, hogy egy rövid időre belekóstoljon a profi labdarúgók életébe. Meghívták egy közös edzésre. Nagyon jól fociztam velük, meg jól edzettem velük, megtapsoltak, amikor idejöttem először ebbe a Fáj utcába edzeni. Nagyon jó érzés volt, szép meccs volt, meg izgalmas. Nem izgultam annyira, hogy itt lehetek a Vasas táborán, de majd legközelebb, majd jövök is, hát a leigazolnak majd, hogy bekerülhessek. A szerződéskötés pedig Szanyó Károlynak, a Vasas vezetőedzőjének sem lenne ellenére, hiszen elégedett volt Kristóf teljesítményével. Én úgy érzem, hogy ez kívülről is látható volt, hogy nagyon jól érezte magát, a srácok befogadták. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösségbe került a Kristóf, és ugyan van még neki egy-két-három edzés, amikor szeretném megnézni, de közel állunk a leigazolásához. Vida Máté a Vasas fiatal tehetsége is örömmel fogadta az új edzőtársat. Fontosnak tartja, hogy teljesüljenek a Kristófhoz hasonló futballszerető srácok kívánságai. Örömmel segített. Úgy gondolom, hogy nagyon boldog volt, látszott rajta, hogy mindenben részt akart venni, minden egyes feladatban, de mi is örülünk az ilyeneknek, hogyha ilyen srácoknak segíthetünk. Úgy gondolom, hogy célját elérte, boldoggá tettük, úgyhogy mi is boldogok vagyunk ezáltal. S ha már az álmokról beszélünk, Vida Máté egyik legnagyobb álma vált valóra, amikor megkapta Ben Stork szövetségi kapitány behívóját a románok ellen készülő válogatott keretbe. Egy álomváltalóra. Hát váratlanul ér, de azért titkon bízik benne az ember mindig, hogy a válogatottba behívják. Ugye én nekem 19 évesen sikerült most ez, hogy a bőkeretbe bekerültem, a felnőtt válogatottba. Nagyon boldog vagyok, hatalmas megtiszteltetés számomra. Bízok benne, hogy minél hamarabb játszani is fogok a felnőtt nemzeti 11-ben. Ha Vida Máté pályára lép a válogatottnál, akkor egy nagy szurkolója már biztosan akad. De Kristóf azt is megígérte, hogy Vasas meccsen is a lelátóról biztatja majd ideiglenes csapattársait.